Köszöntöm a kosárlabda barátokat, Körmenden is, Jászberényben is elindul a 2017-18-as férfi kosárlabda bajnokság. Az első fordulóban JP Autó JKS Aegis Körmend mérkőzés. A vendégek a képen fekete szerelésben látható körmendiek összeállítása. Nullással Steven Davis, egyessel Marcus Wright, hármassal Bán Tibor, négyes Halász Ákos, hatos Horthy Bálint, tízessel Andrea Hollins, elnézést ugrottam egyet, ötössel Justin Tuojo, 11-essel Erik Fenning, 12-es Csorvási Milán, 14-es Márton Ádám, 15-össel a csapatkapitány Ferenc Csaba, 20-assal pedig Németh Ákos, a Vasmegyei csapat vezetőedzője Gaspar Potocsnik, segítője Hencsei Tamás, a mérkőzés játékvezetői Cifra Csaba, Jakab László és Pozsonyi László, a mérkőzés ellenőre Hartyáni Zsolt. A hazai csapat a JP Autó JKS összeállítása, 2-es Szigedi Bence, 3-as Molnár Marcell, 4-es Uros Lucsics, 5-ös Nyíri Dániel, 10-essel a csapatkapitány Csegyörd, 11-es Bazsó Bruno, 13-assal Kerpel Frónius Balázs, 15-össel Karonda Shields, 18-assal Miljár Rakic, 21-essel Ismet Sejfics, a Jászberényiek vezetőedzője Nikola Lazic, segítője Loel Hadzsi Malik. Lehet, hogy föltűnt, lehet, hogy nem, a jászberényi keret jelenleg 10 tagú. Ennek az az oka, hogy Cirbus József az egyik felkészülési mérkőzésen igen csúnya tércsérülést szenvedett. A tért szalagjai sérültek meg, alig hanem műteni is kell a játékost. Robert Brown pedig adminisztratív okok miatt nem léphet pályára, nem érkeztek meg még a papírjai, vagy legalábbis ugye az összes papírja nem érkezett meg. A felnőtt csapatok mérkőzése előtt lejátszották az U20-as együttesek találkozóját is, ezen 101-44 arányban a körmendi fiatalok nyertek. Azt hiszem bevezetőnek mindent tudunk már, ami tudható, még a kezdő ötösökkel vagyok adós. Körmendiek ötösében André Hollins egészen biztosan ott van. 11-essel Erik Fenning, 1-essel Marquis Wright, 5-össel Justin Tuojo és 6-ossal Horthy Bálint. Érkeznek a hazaiak is. Keronda Shields ugye ott van a pályán. Az ő könyöke a szerdai edzésen sérült meg. Ráadásul ugye szerdán szurkolói ankéttal egybekötött nyilvános edzés volt. Nem jött jókor ez a sérülés. Aztán Lucsics van még ott a Berényi ötösben. Kerper Frunius Balázs, Miljár Rakic és Ismet Sejfics, aki még átszalad lepacsizni a körmendi vezérkarral is. A körmendieknek ez már nem az első tétmérkőzésük a bajnokságban értelemszerűen az, de ugye két FIBA Europe Cup selejtezőn már túl vannak, nem is akárhogy, a svéd Borász csapatát búcsúztatták 2-es győzelemmel, 17 ponttal nyertek idegenben, 13-mal hazai pályán, és október 4-én a Steaua Bukarest elleni hazai mérkőzéssel folytatják nemzetközi szereplésüket. A vendégek építhetik az első támadást. Marcus Wright nem bonyolította túl, megoldotta egyedül. Alapból is, és ezt Nikola Lazic is elmondta a mérkőzés előtt, hogy a találkozó esélyese a körmend, így, hogy Cirbus kiesett és Robert Brown sem játszhat, pláne a vendégeknek áll a zászló. André Hollins a mérkőzés első személyhibájának boldog vagy boldogtalan, avagy közönös tulajdonosa. De Shields, aztán Lucic, Kerpel Frónius kapja a labdát. Sejfics zárás, center pozícióba azonban nem érkezik be a labda. Lucic egyedül, ez is személyhiba. Justin Tuojo volt a szabálytalan. Ez a második körmendi csapatfalt.
és Uros Lucsics dobhat két büntetőt. Ő ugye 34 éves szerb, magas bedobó, kis csatár, kellőképp el van látva már mindenféle kosaras rutinokkal. A Nagyvárad csapatától érkezett. Korábbról azonban két szlovén bajnoki címe is van, és most már egy pontja is a magyar bajnokságban. Ennek van a második pontja is, ezzel 2-2 az állás. Amolyan zavaró letámadás, de gyakorlatilag nagyon könnyedén hozzát a támadó térféllel Wright a labdát. De Shields kiabálással instruálja a többieket. Wright a középtávolia lejön, Lucsics szedi a pattanót, és De Shields építheti az újabb hazai támadást. Olyannyira, hogy beleáll a távoliba, a dobása azonban lejön. Horthy hozza el a védő pattanót. Hollins, aztán Tuojo. Tuojo tolja befelé Lucsicsot, ketten váltanak ki rá, mehet tovább a játék. Egy hátmögötti leütés, egy kiosztás középtávoli Hollinstól. Ez is célba ér. André Hollins is feliratkozik a pontszerzők közé. Amit most hallanak, az a körmendi szurkolók hangja, közben De Shields dobása kimarad. Szerencséje, a hazaiak szerencséjére Horthy ütemtelenül vagy rosszul ér a labdához, és róla megy ki. Na most aztán tényleg ki lesznek segítve a vendégszurkolók, mert egy óriási dob is megérkezett a vendégszektorba. Rakic a labdával, már ugye harmadszor játszik itt Jászberényben. De Shields veszíti el a labdát. Jön az ellencsapás. Rakic csapta orrba Hollinst, akinek érthetően és érezhetően rosszul esett ez a kontakt. Rakic elnézést is kér. Harag nincs, de személyhiba természetesen van. Hollins két büntetője. Az első hajszálpontos. Dobbal föl vannak szerelkezve, hogy hallani lehet tán a hazai szurkolók is, úgyhogy kellemes, szélcsendes esténk lesz. Hollins másodszor sem ront. Negyedik pontjával, 2 perc elteltével 6-2-re vezet a vendégcsapat. Rakic, Sejfics újabb kőkemény blokkja, Lucsics, De Shields. Rakic most ő akadt fent bizonyos lábakon, és Sejfics mondja a játékvezetőnek, hogy ő biztos nem rúgta föl a csapattársát. Hát van ez úgy, hogy egyszerre sok láb van kis területen. Törölni kell, ezért nem mehet most a játék. Egyébként hazai alapvonali bedobással folytatódik majd a meccs, és 8 másodperc még a jászberényi támadóidőből. A meló elvégezve, a fiatalember távozhat. De Shields Sejfitshez. Szép leosztás, és Ismet Sejfics a pontszerző. A mérkőzés állása 6-4 a vendégeknek. Hollins az alapvonalról, ugye, vagy az alapvonal felé soha senkit nem szabad engedni. Ez az állandó edzői akarat megnyilvánulása. Kerpel Frónius Balázs volt szabálytalan. Wright dobja majd be a labdát. Hollins. Horthy, neki ez nem biztos, hogy lőtávolság. Ez így viszont majdnem kétszerindulás lett, de Horthy jól zárta ki Rakicsot, így maradhat a körmendieknél a labda. Sejfics pedig a mezőnyben szabálytalan. Jó, van, jó lesz ez, hogy nem halljuk egymás szavát. Tényleg örülök az ilyen jellegű hangulatnak, mikor pörögnek a dobok, és
reketre kiabálják a torkukat a szurkolók hazai és vendég oldalon is. Fanning keresne játszótársat, Wright személyében talál is. Portiblock, Wright egyedül. Sejfics ellen a személyi hiba. Ugye magas emberekkel nem igazán van eleresztve a Jászberény, tehát Sejfitsnek majdnem azt mondtam, hogy óvatosan kell szabálytalankodnia, de hogy lehet óvatosan szabálytalankodni, tehát el kell engedni néha a rázós helyzeteket, mert három perc sem telt el, és már két faltnál jár a Jászberényi center. Wright a büntető vonalon. Az elsőt bedobja. Wright másodszor. Ez ha nehezebben is, mint az első, de bent van. 8 pontnál tart a Körment Wright, és Hollins dobott 4 pontot, ráadásul mind a ketten úgy, hogy egy dupla és két jó büntető. Rakic leosztásába Horti belsőzött bele, ezért nem jutott el Sejfitshez a labda. Új 14 másodperchez jut a hazai csapat. Sejfics csímbe jött egy kicsit, az átadás, de még megvan. Lucic zárna de Shieldsnek. Rakic. Egy kiosztás, Lucic. Nincs tripla, a lepattanó Wrighty. Aztán szedi a lábát. És már korábban a falt. Milan Rakic ellen, ha jól láttam a játékvezetői karjelzést. Rakicnak is a második személyhibája, ez pedig az ötödik Jászberényi csapatfalt. Így ha dobó mozdulat közben, ha nem dobó mozdulat közben történt a szabálytalanság, már mindenképpen két büntető jár érte. Horti Bálint pedig leülhet a kispadra, és Csorvási Milán center poszton. Wright bedobja a büntetőjét. Ez lejön, Wright marad 5 pontos, a mérkőzés állása 9-4 a vendégek javára. Sejfics, ő nem valószínű, hogy onnan ráeresztené. Lucic túl jóval a nyakán, aztán elkezdődik a tolatás, és személyi hiba a körmendi játékos ellen. Túljó is két faltnál jár. Három perc, 40 másodperc telt el az első negyedből. Lucic első büntetője jó. Lucic másodszor. Ez is a helyén. Uros Lucic negyedik pontjával 9-6-os körmendi előny. Hollins kevergeti a kártyákat, Fanning jön neki segíteni, és kapja tőle a játékszer. Kiosztás Fanninghez. Itt rátekeredett a labdára érzésem szerint, de még időben rádobja, és be is megy a muszájdobás. Sejfics. Rakic. Kerpel Frónius, aztán kihozza. A lepattanót pedig Fanning hozza el. Hollins vissza Wrighthoz, átforgatják Tuojohoz. Még tovább, Csorvási válik le, és
Sejfücsről, de nincs belőle pozíciószerzés, vagy pozíciós előny. Tán csak most. Kerpen Froniusról azonban nem tud gólt szerezni Csorbási. Rakic. A negyed feléhez érkezünk. Rakic addig-addig dolgozott, amíg Wright beütött rajta egy faltot. Ez a negyedik körmendi csapatfalt. Frissít Gaspar Potocsnik, érkezik Ferenc Csaba 15-össel és 3-assal Bán Tibor Tuojo, és Hollins ülhet le. Nyilvánvalóan csak átmenetileg. Milja Rakic pedig büntetőkből csökkentheti a különbséget. Kis büntetője. Jó, így elsőre. Milliárd a kis másodszor. Ez rövid, lepattanó pedig Ferencé. 11-7 az állás. Csorvásihoz a labda. Sejfücset megforgatja és újabb akciógólt szerez. Illetve hát neki ez az első akciógólja, csapatának viszont ugye már volt. A hazaiaknál azonban csak ismét Sejfics tudott gólt lőni. Akcióból az összes többi Jászberényi pont büntetőből született. Ebből a támadásból pedig nem, semmilyen formában sem. Marky Wright, hetedik pontja, és 15-7-es körmendi vezetésnél Nikola Lazic elérkezettnek látja az időt egy időkéréshez. Ugrálnak a körmendi szurkolók, vagy legalábbis a körmendi szurkolók tetemes része, és püfölik a dobot, ahogy a jobb alkarból kifér. 4 perc 22 másodperc lesz még hátra az eligazítás után. Ugye azt már mondtam, hogy a körmendiekre negyedikén európai kupamérkőzés vár. A Jászberényi csapat pedig legközelebb október 6-án Kaposváron lép pályára, majd október 14-én az újonc Deac vendége lesz, október 22-én pedig a Zetét fogadja itt a Bercsényi csarnokban. Robert Brown és ugye Cirbus kiesésével jelentősen rövidült a hazai csapat rotációja. Gaspar Potocsnik például már 3-at is cserélt, Nikola Lazic még egyet sem egészen mostanáig, mert hogy ismét Sejfics ül le, és 10-essel a pályán Cseh György. Érkeznek a körmendék is, Wright, Bántibor, Fenning és Csorvási, valamint Ferenc természetesen a pályán. Rakicstól De Shields kapja a labdát. Kerpel Frónius fut át az alapvonalon, de Fenning tisztes távolból ugyan, de biztosan felügyeli mozgását. De Shields. 5 másodperc a támadó időből, de Shields ezt már egyedül fogja megcsinálni. Ráadásul nagyon szépen, nagyon jól. Neki is van pontja. 9-15 az állás. Csorvási és Cseh feszül egymásnak. Csorvási nyer. 4 pontos. Cseh teljesen üresen hagyták, aztán kimarad a nagyon közeli, lehet, hogy egy zsákolás, sőt egészen biztos, egy zsákolás biztosabb lett volna. Wright elcsúszik. Fenning. Csorvási töri előtte az utat, a középtávoli lepattanója pedig Kerpel Froniusé.
Gerpál Fronius szép alapvonali befutás. Fenning feledkezett meg róla. ...11-17... Bán Tibor. Wright nekidurálja magát messziről, és meglövi a mérkőzés első tripláját. 10 pontos ezzel a körmendiek irányítója. A különbség pedig 9 pont. Ha jól rémlik, akkor az eddigi legnagyobb differenciáról beszélünk. Rakic. Lucic. Elindul Csorvási mellett is. Bal oldalról jobb kézzel teszi fel. Megvan az első akciógólja. 6 pontos ezzel. Csere a vendégeknél. Fenning le. Hollins vissza. Hollins. 2 perc 15 a negyedből. Csorvási és Csegyörgy akaszkodnak össze. Igen, ez az esetek döntő többségében védőhiba. Még akkor is, ha nem biztos, hogy az. Csorvási Milán dobhat 2-t. Az átmeneti játék megszakítást Potasnik arra használja fel, hogy Bán Tibornak és Marquise Wrightnak ad instrukciókat, Csorvási pedig azzal foglalkozik, ami a dolga, bedobja a büntetőt. A második is jó. Csorvási Milán a cserepadról érkezvén, csapat a második legponterősebb játékosa, 6 ponttal. Paszba Hollins nyúl bele, aztán mutatja a játékvezetőnek Pozsonyi Lászlónak, hogy ő aztán nemhogy nem nyúlt bele a paszba, nincs is a pályán. A tények azonban makacs dolgok, ezt már Virág elvtárs is elmondta nekünk többször. Lucic ott marad 1-1-ben. Csorvásival támadó lepattanót szerez viszont Csegyőr. Rakic, 3 másodperc a támadóidőből, Rakic dob, a dobás rövid, a labda pedig Ferencé. Nem csökkent tehát a különbség, 13-22, Csorvási megdolgozott ezért a helyzetéért is, 8. pontjáért. Keron de Shields. Ezt a figurát egyszer már ugye eladták, hogy de Shields betör, majd az alapvonal felől érkező Gerpál Fronius Balázsnak játssza a labdát. Ez csak félig valósult meg, mert hogy egy szabálytalanság, mégpedig Ferenc Csaba faltja meghiúsította az akciógólt. De Shields a büntetővonalon. Ezzel 3 pontos. Négy pontos a Jászberény irányító. 45 másodperc a negyedből. Elvileg még egy visszatámadásra lesz ideje a hazai csapatnak. Wright. Wright fél szemmel azért az órát is nézi, aztán megint lő egy trojkát. Marquise Wright 13 pontos. De Shields. 12 pontos vendégelőnynél, mivel csak a végén fogja ellőni a labdát. A duplázás sem jó,
és még marad egy kis ideje a vendégcsapatnak. Wright, és ez az első negyed vége. 15-27, ahogy arra számítani lehetett, a Körmend esélyeshez méltóan vezet 10 perci játék után. Kezdődik a második negyed, új ember a pályán, 4-es számmal Halász Ákos, rajta kívül Hollins, Fenning, Ferenc és Csorvási a fekete sereg ötösében. Desilc, Rakic, Kerperfronius, Lucic és Sejfics, tehát a kezdő ötös jött vissza Jászberényi oldalról a második negyedre. Halász Ákos már is tapad Desilcre, szívja az energiáját. Lucic. Igen, ez is, hát ahogy az első negyed vége felé, ugye egy ilyen cseh csorvási kontaktból védőhiba lett, ez is védőhiba. Ferenc Csaba neve mellé kerül, újabb személyi hiba. Rakic, lesz nekinek bedobni? Lucic. Lucic Ferenc Csabával a nyakán. Nagyon nehéz technikai kivitelezést választott, nem is jött be. Kerperfronius viszont labdát szerez, Sejfics. Igen. Ferenc, hát neki az ilyen. Nem jelent akadályt Ferenc Csabának, alig, hanem már az óvodában is 3 pontos volt a jele. 1 perc telik el a második negyedből. Rakic Lucichoz, rövid a lepattanót elhozza Csorvási, és egyből lövi Hollinshoz, aki nem várja meg a többieket, hanem középtávolról dob egyet. Andrei Hollins 6. pontja után Nikola Lazic időt kér. 15-32, egy 5-0-ás sorozatot tör meg reményei szerint ezzel az időkéréssel Nikola Lazic. 1 perc 20 másodperc telt el a második negyedből, és nem is feltétlenül az a baj, hát nyilván az is baj, hogy nincs hazai pont, hanem hogy nem igazán összeszedett a csapat játéka, mint ahogy a koncentrációs nehézségek is lehetnek, gondoljunk csak Sejfics gyakorlatilag kimaradt zsákolására. Az időkérés arra is jó, hogy némiképp elcsendesüljenek a dobok, ilyenkor készülnek a szelfik. És ahogy pályára lépnek az ötök, nyilván ott folytatják a szurkolók, ahol az időkérést megelőzően abba hagyták. Lucic kap pihenőt, és Cseh György folytatja a helyén. Körmendiek új embert dobnak be 20-assal német Ákos a pályán, és visszaérkezik Horthy Bálint. Halász, Hollins és Fenning még a körmendi ötösben. De Silc a labdával. Rakic. Szép kosár, de csak 2 pontot ér, de ez a 2 is most bőven jó. Rakicnek ez volt az első akció kosara a mérkőzésen. Német Ákossal babrál ki a labda. Potocsnik szeme pedig ilyen távolságból is jól láthatóan szikrákat szór. A
Rakic kéri a blokkot, aztán beleáll a távoliba, ez lejön. Halászákos. Kontakt nincs, és egy György megmutatja, hogy az előbb lefújtátok, most meg nem. Pedig nyilván ez egy ilyen megállító falt akart lenni. Megállító falt nincs a túloldalon. Sejfics, a kosár jó, és még egy büntetőt dobhat. A gól jó. És a 20-as ellen. Német Ákos volt ezek szerint szabálytalan a Jászberényiek Bosnyák centerével. Csere a hazaiaknál, 13-assal Kerpel Frónius le, 11-essel Bazsó Bruno be. Sejfics büntije jó. ...20-34 az állás. Ez tiszta dobóhelyzet. És Erik Fenning azért meglehetős jókezű játékos ahhoz, hogy ilyen tiszta dobóhelyzeteket ne értékesítsen. De Sirc létszámfölény volt most a körmendi csapdázás után egy pillanatra, de nem lett belőle pozíció előny. Talán most Bazsó Bruno. Amúgy hideg kézzel gyakorlatilag az első labda érintéséből lő egy triplát. Halász Ákos. Újabb löket a sarokból. Német Ákos egy falt és egy személyi hiba után 3 pontot szerez. Ez az 5. körmendi trojka. Eladott labda a hazaiaknál, és mivel már Cseh György előtt volt a labdaszerző Fenning, így a szabálytalanság sportszerűtlen hiba. Cseh Györgynek ez a 2. faltja, így most Fenning büntető, plusz utána oldalról jönnek a körmendiek. Hollins időközben leül, Fenning mellé dobja a büntetőt, és Wright jött vissza. És túl jó jelentkezik játékra, tehát a sikeres büntető után, ez ugye a sikeres büntető függvénye, jön a csere, ez meg is történik, mármint a sikeres büntető, és következik a csere. Fenning tehát le, Justin Tuojo újra a pályán. Marcus Wright és Caron Deshields törik a sót. Horthy körbenéz, tiszta volt, a tiszta dobóhelyzet volt, mégsem állt bele, most meg ellépi. ...23-41-nél. Deshields, Wright már fölveszi a támadót térfélen az embert. Deshields nem látott elmozgást, így egyedül próbálta megoldani a lepattanót, Cseh György szedte vissza. Rakic pedig dob egy triplát, közben Halász Ákos földre vitte a nálánál jó 2 mérettel nagyobb Cseh Györgyöt. Időkérés ezúttal a vendégeknél. Amíg tart az osztályfőnök jóra, nézzük a pontszerzőket. Marcus Wrightnak 13 pontja van az első negyedből. André Hollinsnak 6 pontja van, 4 az első, 2 a második negyedből. Erik Fenning 8 pontnál tart, 2-t hozott át az első játékrészből. Csorvási Milán 8 pontos, valamennyi pontját az első negyedben szerezte. Ferenc Csabának és Német Ákosnak van egy-egy triplája ebből a játékrészből a vendégek oldalán. Uros Lucsics 6 pontos a hazaiaknál, valamennyi pontját az első 10 percben szerezte. Bazsó Brunónak van ugye egy trojkája, nem oly régről. Kerpel Frónius Balázs 2 pontnál tart, Caron Deshields 4 pontnál,
Gerper, Frónius és Desilc is az első negyedben szerezte a pontjait. Milyen Rakic pedig 6 pontos, az első negyedben volt egy jó büntetője, a másodikban egy duplája és az imént egy triplája. Ismét Sejfic pedig 5 pontnál jár, 2 pont az első negyedből és 3 a második negyed eddig eltelt kicsivel több mint 4 percéből. Wright, Horti, Tuojo már kész a folytatásra, és alig hanem Halász Ákos és német Ákos is folytatni fogja. Ugye német Ákos és Ismet Sejfics ismerettsége a pécsi előző szezonni munkavállalásuktól datálódik. Halásszal Bazsó Bruno néz farkas szemet. Tuojóra pedig Lucic vigyáz, aki kénytelen volt kipihenni magát. Tuojó rádobja, Halász Ákos még visszahúzza, de úgy, hogy már rálépett az oldalvonalra. Nincs tehát sem körmendi pont, sem körmendi lepattanó. De Shields. Kiosztás, Bazsó közelebb jön. Sejfic húzza vissza a labdát. De Shields dobja el. Sejfic, ez sincs bent. Német Ákos meg leizmozza Bazsó Brunót. Wright, ez mellé megy a lepattanó Lucicé. Lucic hozzá a támadó térfélre a labdát, hogy aztán Rakicnak passzolhasson. Rakic bebújik Wright hóna alá. Lucic, 3 másodperc. Sejfic, ez még ha bemegy, jó, már pedig bemegy. Ismét Sejfic 7 pontjával csapata legeredményesebbje. 28-41 az állás. Lucic borítja föl Horti Bálintot, és nem is csinál belőle ügyet, fölemeli a kezét, elviszi a balhét. Viszont ahol Horti földet ért, ott újra törölni kell. Túl a második negyed felén már Wright a labdával. Horti vág utat előtte, Halász Ákosig a kiosztás. Horti újabb zárásra lép föl. Túl jó triplája kimarad. Halász szedi vissza viszont a pattanót. Wright és sem jó. Bazsó Bruno hozza el végül a labdát. Lucic megállítja németet. Ez egy igazán kőkemény blokk volt. Bazsó. A centerbejátszás nem jó. Wright indulhat el, aki elhúz Rakic mellett is. Tuojót pedig De Shields állítja meg. Érkezik Csorvás és Hollins, leül Horti és Halász Ákos. Némi rendeződés után, hogy azért kikit fog, ki hova álljon, csak folytatódik a meccs. Wright. Német. Hollins. Bazsótól kap egyet, aztán Sejfincsnek is neki pattan, és szerencsére hamar lenyugszanak az indulatok, már ha egyáltalán ezek indulatok voltak.
Vási túl jól lép be. Ezt most elvédekezték a hazaiak elég randán. Justin Tuojo is ezzel pontszerző. 3 perc a nagyszünetig. 28-43 az állás. De Shields, Rakic futtából. Bazsó hozzá a támadó lepattanót. De Shields. Nincs leosztás, van viszont egy egész pofás egyéni befejezés. De Shields 6 pontos. Csorvási. Német. Rövid mozdulattal emelte föl a labdát, de Shields pedig nagyon magasra ugorva hozta el a védőpattanót. Olyannyira, hogy ezt is befejezné egyedül. Lucic kezére csapott rá Hollins. Hollins második személyhibája. Német Ákos le, Fening jön vissza. Cserél Nikola Lazic is. Milja Rakicot, Kerpen Frónius Balázs váltja. Hát ugye látszik azért a rotációbéli különbség, hogy Lazic két embert tud forgatni. Potocsnik meg 4-5 is szívdobbanás nélkül. Lucic mindkét büntetője jó. 8. pontjával 32-43. Wright a labdával. Túl jó, na nincs kinek adni. Csorvás itt válasz, végül eljut a labda Hollinshoz. Rálép a vonalra, a dobása lejön. Bazsó hozzá a pattit. De Shields. Szép egyéni akció. 8 pontos Körmendi időkérés, mert hogy 10-en belülre jött a JKS-e, 34-43. Kasper Potocsniknak van mondani valója, alig, ha nem. Mert hát nyilván biztosan őrzi biztos előnyét a Körmend, de hát ellazázni ezt sem nagyon lehet. Erőt gyűjthetnek a szurkolók is a hátralévő 101 másodpercre, már ami a nagyszünetig még előttünk áll. Lehet cserélni a dobnál is, mert ugye 10-12 percig püfölni egy ekkora felületet, embert próbáló feladat. Kicsengettek vége az osztályfőnöki órának, Sejfics jön, Kerpel Frónius is, Lucic és Bazsó Bruno, valamint Keron de Shields, akinek gyakorlatilag nincs váltása a mai napra. A vendégeknél Wright, Hollins, Csorvási, aztán Fening és Tuojo már a támadó palánk alatt. Hollins. Egyedül maradt Fening. Megugrasztja Kerpel Fróniuszt, a gól jó. És lesz még egy büntető. Feningnek ez volt a 10. pontja. A második körmendi játékos, aki eléri a 2 számjegyű dobott pont teljesítményt, és
ha a bónusz büntetője jó, akkor át is lépi. Fenning, ez is jó. Erik Fenning 11 pontos. De Shields, Lucic el lehet vállalni. A lepattanót Kerpel, Frónius és Bazsó közös erővel hozzák el. A kosár jó, de már bőven sípszó után esett. Csorvási akasztotta meg Keron de Shields-et. Csorvásinak csak ez csak az első kihágása. Oldalról jöhet a hazai csapat. Bazsó. Lucic. De Shields. Ez eladott labda. Palinsz. Ez is gólja plusz falt. Ezúttal Bazsó Bruno húzta a rövidebbet. Fenning 13 pontos. Túl jó le. Hármassal Bán Tibor a pályán. Körmendi csere természetesen. Fenning büntetője jó, aki ezzel 14 pontos már, így a mezőny legeredményesebbje. 10 pontot szerzett ebben a játékrészben. De Shields, középtávolról jó. 10 pontjával ő csapata a legeredményesebbje. Ebben a negyedben 6 pontot szerzett. 15 másodperc a támadó időből, kicsivel több a negyedből. Hát egy nagyon rövid ellencsapása talán még lehet a hazai csapatnak. Hollins középtávoli a hibátlan. Ezzel 8 pontos. Lucic karjai között átnyúl. Fenning, ez nem volt egy túl okos falt, mert a saját térfél közepéről bárki tudja, minden esetre kisebb eséllyel szerzett volna kosarat Lucic, mint most büntetőből. Uros Lucic 9 pontos, majd 4 tized másodperc lesz szám még a negyedből, Lucic második büntetője után. Ez is jó. Egy nagy löket, ez nem találkozik a gyűrűvel és a hálóval sem. 38-51 az állás, 2x10 percnyi játék után. 38-51 az állás az első félidő után. Szaladjunk át itt a legfontosabb számokon. 15-27-re, tehát meglehetős biztosan hozta az első negyedet a Körmend. A második 10 perc 23-24-jel ért véget, ennek megfelelő a 38-51-es állás. Aztán a hazai csapatnak van 3 eladott labdája, de ugyanennyi van a vendégeknek is. 1 szerzett labda a hazai oldalon, 3 a vendégeknél. 19 lepattanót szedtek össze a jászberényi legények. És 15-öt a vendégek, ebben tehát a berényiek állnak jobban.
Körmendnek 2 támadó lepattanója volt mindösszesen. Érdekesség, hogy a Jászberénynek viszont több a támadó lepattanója, mint a védő. 10-9 ez az arány. A büntetőket 92%-kal dobja a hazai csapat, 83-mal a vendég. Mezőnyből 62%-kal céloz a Körmend és 35%-kal a Jászberény. Itt van tehát a kutya elásva. A dobó hatékonyság, pontosság a 13 pontos differencia eredője vagy okozója. Fél percig tart még a szünet, most már azért lassacskán visszaérnek a szurkolók, kiki a büféből, kiki a dohányzásból, kiki az illemhelyről. Hát elütötték a nézők is ezt a 10 percet. Játékvezetői szempontból nem igazán nehéz a mérkőzés, vannak természetesen összekoccanások, de az eddig látottak alapján abszolút partnerek a játékosok. Keron Desilc érkezik az elsők között a pályára, ugye a Jászberény irányítóváltás nélkül nyomta le az első félidőt. A vendégeknél Hollins, Wright, Fenning, Ferenc és Horti a pályán, a hazaiaknál pedig ugye Desilc mellett Kerpel, Frónius, Rakic, Lucic és Sejfic. 38-51-ről indulunk tehát. Marcus Wright a labdával. Ferenc elvesztett labdával. Indítják a körmendiek a második félidőt. Lucic. Rakic még távol a gyűrűtől. Sejfic azért már egy arasszal közelebb. Rakic középtávolia, lejön, esélyesen volt a támadó lepattanó megszerzésére. Fenning. És vagy neki ütközhetett valakinek, vagy rosszul ért földet. Neki ütközhetett valakinek, és ráadásul azon a ponton, amely pont férfi embernek kellőképpen tud fájni. Elég komoly grimaszokkal, de Fenning tudja folytatni a játékot, hát most nem elégedett a sorsával, ez tagadhatatlan. Sejfic. Horti mellett indul el, és a gyűrű alatt, gyűrű alól húzza át, húzza vissza a labdát. Ismét Sejfic, 9 pontos. 40-51 az állás. Wright, elváltották, elvédekezték őt a hazaiak, de nem lett belőle kosár. Hollins triplája megragadta kísérlet szintjén. Lucic ad egy kemény blokkot Wrightnak, Wright mond valami csúnyát. A gól már játékon kívül, Horti ellen a személyi hiba. Neki ez az első kihágása. Kerpel Frónius Balázs, Keron Desilcet váltja. Wrightnál most nincs minden rendben. Lehet, hogy még az előző Lucic blokk mozgatta az indulatait. Wright második személy hibája, Keron Desilc dobhatja a két büntetőt. Az első jó, de Sőc 11 pontos. És jó a második is.
de Shields tucatnyi pontjával 42-51, újra 10-en belül a hazai csapat. Wright Ferenchez, Ferenc kezében, mint a rosszalkodott volna egy kicsit a labda, de megvan Hollinsnál. Lucic. Cifra játékvezető állt a legtávolabb, jó nem ő, mert Pozsonyi úr állt a legtávolabb az esettől. Az alapfonali játékvezető viszont nem látott okot a személyhiba megítélésére. Uros Lucic második hibája volt ez. Ferenc, Hortihoz, Wright. Nincs kosár, a lepattanót Horti hámozza ki. Wright. Beláll a középtávoliba a lepattanó Kerpel Fróniuszé, lehet tovább faragni a hátrány. De Shields. Lucicot Ferenc Csaba támasztja meg. Pozsonyi László úgy ítéli meg, hogy még a dobó mozdulat megkezdése előtt fújta be a faltot, így gól nincs. Ferenc Csabának viszont van személyi hiba, ez a harmadik. Ferenc Csaba leül, mondanám én, de marad a pályán. Horti viszont pihenőt kap, és Csorvási Milán van újra a pályán. Csorvási meg is találja Sejficset, mint állandó partnert. Rakic, fennakad Hollinson, De Shields, nagyon jó! Teron De Shields 15. pontja, úgy, hogy neki ugye nincs váltása, aztán Sejficssel együtt kiintegettek a hazai szurkolóknak, hogy ez az, nyomjátok, csak nyomjátok. 45-51 az állás. Na most valami üzenetet húznak ki a körmendi szurkolók. Olaj, Berény, túl a barátságon, ha jól olvasom. Túl a barátságon, kérdőjel, felkiáltójel, bárhogy értelmezhető ez. Aztán erre van egy kis mutogatás, meg egy kis emberkedés. ...45-51, 7 pontos rohanásban van most a hazai csapat. Nyilván ezt a sorozatot volt hivatott megtörni az időkérés. Túl jó, Csorvási, Fenning, Hollins és Wright kész a bevetésre. De Shields, Kerpel, Frónius, Rakic, Lucic és Sejfics is a pályán. Mert hogy úgy jó a kosárlabda, hogyha őt játszik öt ellen. Csorvási Milán kezéből kicsúszik a labda a térdére, onnan pedig az alapvonalon túlra. Ez is Körmendi eladott labda. De Shields. Megy a szalámi keverés, csak hát nem nagyon volt szabadon elmozgó ember. Nem lehetett passzolni gyakorlatilag senkinek. De Shields centiken múlt, de Hollins gyújtja be most a rakétákat. Lucic szerel, Rakic hozza a lepattanó. Kerpel Frónius, tiszta dobó helyzet, nincs kosár. Túl jó, nagyot küzd Lucicsal. Csorvási kerül a földre, akiben elesik. Sejfics, túl jó a gólszerző. És ráadásul
dobás közben szabálytalankodtak is túl jóval, nagyon úgy tűnik. Én a gólszerzést magát azt láttam, de utána egyből a két fekvő center felé fordítottam szemeimet. Túljó bónusz büntetője is jó. 45-54 az állás. Lucic, Kerpenfronius, de Shields fut be a palánk alá, de nem jut el hozzá a labda. Bakic. Sejfic. Az ablakos félhorog, negyedhorog nem jó. Hollins körbeveszik ketten, lépéshiba. Nikola Lazic nyugtatja pályán lévő játékosait. De Shields egész pályás zavaró, körmennél, de a különösebb labdaszerzési szándék nélkül. De Shields egyedül vállalja el, és egyedül oldja meg. 17 pontnál jár Keron De Shields, aki ezzel a mezőny megpont erősebbje. Fenning. Hollins, Fenning az alapvonal felől támad, átlövi Tuojóhoz. Ez rövid, a lepattanó visszakerül a vendégekhez. Hollins beközépre, Tuojó nem jó, a dobás, Sejfiché a pattanó. 47-54. Rakic. Rakic nincs meg, sőt eladott labda, a 3-1 ellen. Tuojó zárja le. Justin Tuojó 7. pontjával. Újra 9 pont a differencia. A labda Hollinsról megy ki, de Hollins nagyon nagy vehemenciával magyarázza, hogy őt bizony visszahúzták, nem is akárhol, belé kapaszkodva. De ahogy Moszkva nem hisz a könnyeknek, ugye a játékvezetőket sem hatotta meg ez a monológ. Na ez már szorosabb letámadás. Bazsó Bruno a labdával, földre kerülnek mind a ketten. És a körmendé a labda. Fenning Wrighthoz. Tuojó. Lucic szorításában a kiosztás mellett dönt. Wright homály dob. Csorvási pedig átdobja a gyűrűt. 6 perc telik el a harmadik negyedből. 47-56 az állás. De Shields ablakosa nem jó. Most azért elviszi a Héva játékosokat. Fenning. Ez így lépéshiba, mondanám én, de nem én alkalmazom a szabályokat, hanem mások mellett Pozsonyi László, és ő Lucic megmozdulását látta szabálytalannak. Időkérés, méghozzá a hazai oldalon. De 38-51-ről indultunk neki ennek a játékrésznek. Ha jól számolom, akkor eddig 5 vendégpont és 9-9 hazai. A pontszerzők Marquise Wright nagyon bekezdett, 13 pontot dobott az első negyedben, azóta azonban nem. Hollins 8 pontos, Fenning 14-nél jár, Csorvási Milánnak 8 pontja van még az első negyedből, Ferenc Csaba, Német Ákos 1-1 tripla, Justin Tuojó pedig 7 pontos a vendégeknél. A hazaiaknál továbbra is
csak a kezdő ötös tagjai szereztek kosarat, illetve idétlenséget mondtam, mert Bazsó Brunónak van egy triplája még a második negyedből. Lucic 10 pontos, Bazsó 3 pontos, Kerpel Frunius Balázs 2, Keron de Shields 17-es pont, Miljár Rakic 6 pont, és Ismet Sejfics 9 egység. Így adódnak össze. Fenning jön, Csorvási jön, Tuójó, Halász Ákos és Hollins a vendégeknél, a hazaiaknál jelenállás szerint Desilt, Kerpel, Frónius, Bazsó, Lucic és Sejfics a pályán. Fenning büntetője jó. Fenning büntetője másodszor is jó. Lucic. Nagyon jól levédekezik a körmendék az irányítót, így a magas embernek kell építeni a támadást, ami nem feltétlenül része a munkaköri leírásának, de megoldotta. De Shields. Bazsó, nagyon magas ívű. Mellé megy a dobás. Csorvási középtávolia, kijön a gyűrűből, Bazsó Bruno hozza el a lepattanót, és egyből viszi is át a támadó térfélre. Kerpel Frunius Sejfichez. A dobása néhány centivel hosszabb, csak így a gyűrűről kifelé pattan. Fenning pedig jól célhoz, két büntető után ezúttal középtávolról is. 47-60, újra 10-en kívül a Jászberény. Sejfics, nincs szerencséje. Ez Lucicról megy ki, aztán leosztja a többieket, hogy ha más dolguk nincs így szombat este felé, akkor jöjjenek visszavédekezni. Sejfics kap pihenőt, Cseh György a pályán. Hollins vissza Halászhoz. Csorvási, ez Lucic lábát érintette. Most van igaza ám Csorvásinak és Halásznak. Halász Ákos még próbálja győzködni a játékvezetőt, aki megváltoztatja az ítéletét. Ez pedig természetesen a hazai közönségnek nem tetszik. Lucic mondja, hogy jó, persze hozzáértem, de hogyha egyöntetően azt fújtátok, hogy nem értem hozzá, akkor... Hollins. Túl jó Lucicsal. Kosár nincs belőle. Csorvási gyötri vissza a lepattanót. Marad el a támadás. Már a támadó térfélen a labda. De Shields. Egyedül vág neki. A gól jó, és még egy büntetője lehet. A négyes, azaz Halász Ákos ellen az ítélet. De Shields 19 pontos. Ledöcög, de Shields bónusz büntetője,
így maradt 19 pontnál. 1 perc 50, a harmadik negyedből 49-62 az állás. Hollins, Bazsó Bruno védekezik rajta. Csorvási pedig még el sem tudja kezdeni a klasszikus center munkát, mert Cseh György állítja meg szabálytalanul. Ha jó a könyvelésem, akkor Cseh Györgynek ez a harmadik személyhibája, csapatának pedig a negyedik. Ebben a negyedben, a következőnél tehát már büntetőzhet a Körmend. Túl jó. Hollins beleáll a triplába, és Desilc hozza el a pattanót Rakic aktív közreműködésével. Cseh György. Csorvási szedi ki a kezéből a labdát. Rakic pedig bal belsővel állja a passz útját. Csere a vendégeknél, érkezik vissza Wright, és jön 20-assal Németh Ákos, Halász Ákos és Hollins ül le. Nikola Lazicsnak ilyen rotációs lehetősége a mai napon nincsen. Wright. Túl jó, úgy emelte föl, mint aki dobni akar, de aztán mégsem. Másodszorra viszont jó. Justin túl jó, 9 pontos. Lucsics. De Silcen azért most már jóval szigorúbban védekeznek a körmendiek, mint eddig. A lepattanót Fenning hozza el. 49-64-nél megint kezd nyílni az olló. Right. De Silc majdnem labdát szerez, de csak majdnem. Fenning egy ütközést is fölvállal Rakicsal. A lepattanóért Bazsó Bruno harcol meg. 10 másodperc a negyedből. Lucsics. De Silc kérni az árást, hogy dobhasson. Lucsics. Nagyon nehéz dobás, Cseh György nem tud lepattanót szerezni, és ezzel ér véget a harmadik negyed. 49-64, 3x10 percnyi játék után. A harmadik negyed javarészében bebenézegetett 10 pont alá a Jászberényi csapat, de amikor nagyon kellett, akkor a Körmend tempót, sebességet váltott. Amúgy is ugye Gaspar Potocnik azt mondta a mérkőzés előtt, hogy iram kosárlabdát, tempó kosárlabdát szeretnének játszani ma is. Arról azt hiszem nem volt még szó, hogy az előző szezonban itt Jászberényben hosszabbítás után elvérzett a Körmend, ez egy meglepő győzelem, vagy meglepő vereség volt, ahogy vesszük, bár akkor ugye még Teo Csizmics volt a körmendi csapat vezetőedzője, tehát Potocniknak ez az első mérkőzése itt Jászberényben. Rakic. Fociznak egy kicsit a fiúk, na de kiért hozzá először lábbal, Csorvási Milán, szól a játékvezetői ítélet, üzenet. Sejfics, csímbe jön a labda, ki is megy róla, aztán a lendülettől kis híján megbontja a zsűri asztalt. Két hölgy kezeli ott a statisztikát, komoly veszélyben volt. Ha az életük nem is, de a testi épségük mindenképp, hát hogy a számítógép, laptop leperdült az asztalról, az előfordul ilyenkor. Right. Németh Ákos, aztán már túl jó. Csorvási, vissza Wrighthoz. Túl jó, tisztán, középtávolról a lepattanót Sejfics hozza el. Fenning még ott kellemetlenkedik egy kicsit Rakicsnál, de átér a támadó térfélre a labda. Rakics,
A gól jó. És még egy személyi hiba. A 20-as ellen. Németh Ákos ellen, tehát az ítélet. Miljan Rakicsnek ez a 8. pontja. És megvan a 9. is. Egy perc telik el a negyedik negyedből. Csorvási Sejficsel, túl jó, Wrightot választja, mint tuti megoldás. Jól nyúltak bele a Berényiek a paszba, így lett belőle eladott labda. Ez... ez egy óriási nagy csattanós falt volt. Még ha rossz májú akarnék lenni, azt is mondanám, hogy láttunk már ilyesmiért sportszerűtlent fújni. Nem, hogy nem észrevenni nem lehetett, hanem nem meghallani sem. Csorvási le, jön újra pályán Ferenc, aztán Hollins be, és Fenning le. Bazsó Bruno pedig a büntetővonalon. Az első jó. Bazsó Bruno 4 pontos. Bazsó Bruno 5 pontos. Hollins vezényli a táncot. Túl jó, nem lép ki rá Sejfics. Wrightra azért oda pattan, de Shields. Ferenc. Ferenc Csaba tripla. Rakic. Az egyes. Marcus Wright megmozdulása volt szabálytalan. Ezúttal nem Németh Ákos vitte el a balhét. De ott, ahol Rakic landolt, törölni kell. ...54-67. Még nem jó a törlés. Vannak ott 5-6-an is műszaki ellenőrök, akiknél készre kell jelenteni a munkát, aztán elégedettek a melóval a játékosok, úgyhogy a fiatalember elhagyhatja a helyszínt. De Shields. Rakic. De Shields. Közelebb lép. Magas ívű. Hajszálpontos dobás. Keron De Shields. 21 pontnál jár. Hollins szépen adta föl Tuójónak, aki, mint aki liftet hord a térdeiben, emelkedett, nem akart visszaesni, és szépen besimította. Rakic, nincs tripla, a lepattanó Tuójóról megy ki. ...56-69. Sejfics. Cseh. Hollins ellen az ítélet, mondja, azt magyarázza, azt hozza fel védelmére, hogy bizony Bazsó Bruno meg őt húzta.
De Sésztől Sejfics kapja. Rakic. Németet dobja át. Jól zárták ki a jászberényi magas embereket. Hollis is right. Túl jó. De nagyot melózott ezért a dupláért. ...56-71... 15-5 pontos differenciában már voltunk, de mondom, a második félidő java úgy telt el, hogy 10-en belül tartotta magát a Jászberény, és de Sírt harcosságának folyamányaként akár újra benézhet 10 alá. 23 pontos az előző szezont az olasz másodosztályú Latina Basketnél töltő amerikai irányító. Uros Lucsics jön vissza, Cseh György ül le. Cserél Gasper Potocsnik is. Wright kap pihenőt, és hármassal hosszú idő után újra a pályán Bán Tibor. És De Shields ráadás büntije is. Okés. 59-71. Ferenc Csaba adja a blokkot, Hollins még a labdával. Most túl jó, lép föl zárni. Hollins még közelebb a lehullót megszerzi De Shields, és technikai a 21-es ellen. Jól láttam én ezt. Sejfics érdeklődéssel fordul a játékvezetőkhöz, hogy furcsa ítélet. Ferenc Csaba bedobja a büntetőt, és így oldalról még jöhet a vendégcsapat. Hollins. Sejfics rohant nagyot a labdáért, de hamarabb véget ért a pálya, mint ahogy odaért volna. Négy perc telik el a negyedik negyedből. Rakic akasztja meg Hollinst. Milja Rakic harmadik személyhibája. Érkezik Kerpel Frónius Balázs. Bazsó Bruno helyére. Fenning. Túl jó. Majd Hollins. Most van egy kis tűz azért a pályán. ...18-as Rakic ellen a személyiba. Jó. Fenning eladja a labdát. Játékostársa hűlt helyére passzolt. De Shields. 59-72-nél. Kerpel Frónius. Beosztás Sejfitshez. A gól jó, és Fenning ellen a személyébe, ezen meg most Fenning van nagyon megsértődve.
Ejfics büntetője lejön, túljó hozzá a pattanót, Lucsics már nem fér hozzá a labdához. 61-72, Holénz, Ferenc túljó adja a blokkot, Ferenc megy közelebb, a lepattanó Lucsicsé, túl közel volt ez a lőtávol már Ferenc Csabának. Gaspar Potocnik mutatja, hogy időt kér, ha gól lesz ennek a Berényi támadásnak a vége. Lucsics túl jó szereli. Bántibor pedig hozza a labdát. Collins bevárja a többieket. Bán ráemeli, bedobja. 1-75, de Shields középtávolról. Jókezű irányítót igazolt a Jászberény az emérkőzésből, legalábbis látszik. Fenning Tuojóhoz. Milyen Rakic kellemetlenkedik, de Fenning megcsinálja magának a helyet, aztán szúrós szempárvillantás Fenning és Sejfics között. Azért Erik Fenning is elszorgoskodta magát ám 20 pontig. Rakic. Kerpel Frónius átverekszi magát. Rakic tiszta dobóhelyzet. A lepattanó De Shieldshez kerül. Még egy leosztás. Kerpel Frónius visszaszedi a lepattanót. Ott több pofon is elcsattant. Bármit fújnak a bírók, jó. Az ötös ellen végül a személyébe, tehát túl jó húzta a rövidebbet. Túl jó le, jön vissza Csorvási, de aztán ugye Potocniknak már volt egy időkérés jelzése, úgyhogy most időkérés van. Időkérés, mutatja Pozsonyi úr. Nincs időkérés, jó, most... De akkor mi van? Most a két büntető, akkor miért ne állhatnának ott a körmendiek? Kerpel Frónius első büntije, jó. A második lejön. Ezek szerint egy technikai is kiugrott. Ezért dobta, gondolom. Kerpel Frónius ugye alanyi jogon dobta a büntetőt, a technikai érjárót dobta Lucsics, és most jön oldalvonalról a Jászberény. Ez a technikai a figyelmemet elkerülte. Elnézésüket kérem. 65-77, kicsivel több mint 3,5 perc van még hátra. Rakic, Lucsics csak úgy csinál, mintha, de közben nem dobja el. Váltás Rakiccsal. Német próbálja kínos helyzetbe hozni. Lucsics kezéből pedig Fenning szedi ki a labdát, és indul a körment, és Wright zárja le. Saját maga hosszú kosárszünetét, hisz az első negyed óta most szerez pontot először, de Shields, ez most egy túlvállal dobás volt. Lucsics és Fenning között kell békét teremteni. De úgy tűnik, hogy elásatott a csatabárd. 65-79. A csere nélkül játszó De Shieldszel beszélget Nikola Lazic. Nyilván ez az előző dobás, ez nem volt egy kellőképpen átgondolt gondolatmenet eredménye. És lehet merengeni azon, amin gyakorlatilag semminek semmi értelme nincs, de merengésre azért még jó, hogy mi van, ha
Robert Brown tud játszani. Mi van, ha Cirbus József tud játszani? Nyilván akkor is a Körmend lett volna a sanszosabb, de ezt soha nem fogjuk megtudni. Nincs ugyanis ellenpróba, mert Gaspar Potocsnyik 10 emberrel játszik, Nikola Lasics pedig 7-tel. Már ami a rotációt illeti természetesen. 3 perc, 7 másodperc még a mérkőzésből hátra lévő idő. 65-79. Wright, Bán Tibor, Németh Ákos, Fenning és Csorvási kész a folytatásra. Nyilván a hazaiaknál túl nagy változás nincs. Desilc, Kerpenfronius, Rakic, Lucic és Sejfics a pályán. Fenning megoldja. Lucic várja az átadást, kapja is. Rakic újra fölveszi vele a kontaktot Németh. Fenning nem fér a bőrébe, Pozsonyi úr pedig azt mutatja, hogy nincs kosár. Mert hogy a dobó mozdulat megkezdése előtt volt szabálytalan. Erik Fenning ezek szerint. Lucic első büntije, jó. És a második is a helyén. 67-81, kevesebb mint 2,5 perc a lefújásig. Megcsinálják a dobóhelyzetet Fenning és Wright-Wrightnak, aztán nincs belőle kosár. Desilcet pedig betakarja a Bán-Csorvási együttműködés. Sejfics egészen hátra az alapvonali bedobás. Rakic, Bán Tibor mellett indul el, és dob egy triplát. Julián Rakic 12. pontjával 70-81, 1 perc 45 a meccsből. Wright, Fenning összjáték. Na, bevonnak-e mást is a buliba? Fenning érzésem szerint már lejárt a támadóidő, amikor Erik Fenning elengedte a labdát. De Shields, Rakic. Nincs kosár, van viszont támadó pattanó. Lucic térül fordul, ezúttal Wright hozza el a lepattanót. Fenning meg Lucic nem lesznek nagy barátok, és ebben most attól függetlenül, hogy Csorvási bedobja, van igazsága Lucicnak, hogy Sejfisre ráfújták a technikai színészkedésért, most Fenningre annyira nem. Shields, Rakic, de Sejfichez.
White-ot és Sejficset kell megnyugtatni, miközben Csorvási volt a szabálytalan. Halász Ákos rutinos pályára lépő a mai napon, 14-es számmal, viszont Márton Ádám még nem kapott lehetőséget a mai estén. Fenning és Wright ül le. Ismet Sejfics pedig dobhat két büntetőt 70-83-nál. Sejfics első büntetője ledöcög. A körmendi szurkolók őszinte örömére. A második viszont jó. Sejfics 12 pontos, 71-83, 35 másodperc a meccsből. Ahogy az sejthető volt, a körmend esélyeshez méltóan nyerte a meccset. Kerpel Frónius faltolja le még Bántibort. Sejfics meg elmagyarázza Bántibornak meg a három játékvezetőnek, hogy ő most nem volt szabálytalan, tehát a körmend esélyeshez méltóan nyert, ám bár a Jászberényi csapatnak is voltak nagyon-nagyon klassz pillanatai, periódusai, nem is csak pillanatai, és nyilván, hogyha kiegészül ez a csapat, meg mondjuk még összeérik, akkor lesznek ebből még emlékezetes szép győzelmek. Bántibor bedobja mindkét büntetőjét. De Schiltz. Kerpel Frónius. Döcögött Kerpel Frónius betörése. De Schiltz dobása már rövid. A labda viszont kimegy. És a mérkőzésből hátra lévő 7,6 másodpercet végig támadhatja a Jászberényi csapat. Lucsics. Na még egy dobás, tám belefér. De Schiltz már időn túl. A végeredmény 71-85. Nagyon nehézkesen indította az első negyedet a Jászberényi csapat, gyakorlatilag ezt az előnyét tartotta, őrizte a körmend. Tehát a Aegis körmend legközelebb negyedikén a Steaua ellen játszik FIBA Europe Cup selejtező odavágót, amelyhez innen is sok sikert kívánunk nekik. A Jászberényi csapat pedig október 6-án legközelebb Kaposváron játszik magyar bajnoki mérkőzést. Elindult a kosárlabda bajnokság, nyilván lesznek ennél jobb meccsek, bár így indításnak ez sem volt rossz. Találkozunk a következő mérkőzéseken. További kellemes kosaras élményeket kívánok erre a szezonra. Gutai Istvánt hallották, viszontlátásra, viszonthallásra.